Szeretettel üdvözlök mindenkit itt a járműtervezés és vizsgálat alapjai tantárnak a 8. heti előadásában. Úgy látom, ez egy nem túl sikeres technikai baki miatt nem feltétlenül lesz előadás. Majd meglátjuk, mi történik és mi történt. A mai előadáson két témát szeretnék ismertetni, vagy két témáról szeretnék beszélni, inkább azt mondom. Az egyik ilyen téma az a méréstechnikáról, egy nagyon rövid dióhéjnyi összefoglaló, és a másik téma pedig a törésmechanika. A törésmechanikának is valamilyen szinten az eleje. Úgyhogy ez a kettő lesz az, ami itt élőben menni fog, remélhetőleg. És akkor kezdjük talán a méréstechnikával, mert úgy hallottam, hogy a méréstechnikával nem feltétlenül találkoztak a tanulmányaik során, vagy legalábbis nem minden tantárgyban van benne. Röviden, méréstechnika. Nagyon röviden is dióhéj van. Aki persze kertészetből művelt, az tudja, hogy dió és dió között van nagy különbség, hiszen egy standard magyar dió, egy ukrán dió, egy szelecsen dió közt azért többszörös felület és térfogat arányok vannak. Ez inkább szelecsen dió lesz, jó? Az olyan kicsi és kemény. Azért kell a méréstechnika, hogy fölfogjuk, hogy hogyan kapunk mérési adatot. Mihez kell nekünk egyáltalán mérési adat? Klasszikusan kell nekünk élettartamgörbéhez. Tudják, ez az a görbe, amelyik úgy néz ki, mint egy Wöhler görbe, csak éppen terhelésnél az állandó amplitúdó helyett terhelés együttesből játsszuk le a terhelő függvényt. Mert hát klasszikusan nem árt, ha van mérési adat ahhoz, hogy tudjak terhelést együttest csinálni. Ha már erről beszélünk. És akkor, szóval mérni azt muszáj, ugye a régi görögök azt mondták, ha tudtak latinul, hogy navigare necesse est, tehát hajózni kell, nekünk meg mérni kell ahhoz, hogy mérnökök legyünk. És akkor a kérdés fölmerül, mit, hogyan mérünk. Hogyha olyan dolgot kell mérnünk, mint például hőmérséklet, vagy nyomásérték, akkor rettentően örülünk, mert ezek egyszerű analóg jelek. És ráadásul analógságból kifolyólag közvetlenül mérhetők. Ha kicsit komplikáltabb dolgot kell mérnünk, mondjuk erőt, vagy nyomatékot, ez a mérés lehet statikus, tehát időben állandó esetre vonatkozó, vagy mérhetünk időben változó erőt, nyomatékot, ez a dinamikus eset. Ez már csak közvetetten mérhető. És a közvetetten mérhetőség azt jelenti, hogy elmozdulás mérésen keresztül és ráadásul analóg vagy digitális jelként attól függ, milyen technikával mérek.
Ez még azért egy erő, egy nyomaték viszonylag értelmezhető és viszonylag jól látható. Hogyha pedig olyan dolgot szeretnék mérni, ami nem feltétlen látszik, ilyen például egy feszültség jellegű érték, azért itt már komolyabban el kell gondolkodnom azon, hogy mit és hogyan csinálok. Hiszen ha feszültséget mérek, ami lehet szigma és lehet tau jellegű feszültség, ezt kizárólag közvetetten tudom mérni. Közvetetten és elmozdulás alapján. Vagy ha az embernek vannak trükkös kamerái és trükkös grafikus feldolgozási lehetőségei, akkor lehet esetleg közvetlen vizuális jelként is mérni ezeket. Nagy kedvencem a közvetlen vizuális méréssel tüsszentéses módszer, ami annyit abból áll, hogy egy fehér felületet készítünk a mérendő alkatrészen, a fehér felületet egy festékspréval letüsszentjük, és optikai kamerával figyeljük a festékcsöppök alakját. Hiszen, ha az alkatrész terhelés alatt van és alak változik, akkor a felszínen levő festékcsöppek alakja is el fog térni a körtől, és a körtől való eltérés mértéke és iránya már is jellemző az alkatrészben levő feszültségre. Zseniális módszer, egy tisztességes okostelefonnal, egy kicsit erősebb tablettel már lehet számolgatni, és lehet egész egyszerűen feszültségértékeket kapni ezáltal. Jó, tehát ezek azok, amilyen módszereket tudunk, és akkor most bemutatnám az egésznek az alfáját, és ha tetszik kispolszkiát vagy trabantját, amivel dolgozunk. A leggyakoribb eszköz esetünkben az úgynevezett nyúlásmérő bélyeg. Ez a leggyakoribb eszköz. Hát hogy néz ki egy ilyen nyúlásmérő bélyeg vajon? Az egész azért hívják bélyegnek, mert egy papírlapra van felaplikálva, amely papírlapon valamilyen fajta, nagyon vékony, nagyon pontos karakterekkel, jellemzőkkel rendelkező fémdrót van ráragasztva. Nagyjából így néz ki. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy 5x2 mm, vagy 3x2 mm a téglalap mérete. És egy ilyen dróthúrok két végére teszünk valamekkora feszültséget, kellően picigét, és vizsgáljuk, hogy mi történik, hogyha a dróthúrok terhelést kap. A működési elv a következő, ez valamilyen szinten ellenállást mér. Van neki egy L0 bázis hossza, kis L0, L0 bázis hosszon belül integrál, azaz, az azt jelenti, hogy L0 hosszon belüli megnyúlás értékeket nem tud megmérni, ezeket egy nagy kalapba összeméri, és ha erre van szükség, akkor más módszerrel kell figyelnünk a mérendő alkatrészt. Az L0 az jellemzően az egyenes szakaszoknak a hossza, ez az L0 esetünkben. És hogyha az L0 távolsághoz képest a rendszerem nekem megnyúlik, tehát lesz valamekkora nyúlása ennek a bélyegnek, ez persze erősen el van most túlozva, akkor itt a kék részek is viszonylag megnyúltak, és fogok tudni egy ilyen delta L hosszúságot
hosszúságváltozást, delta L hosszúságváltozást mérni, és ebből kifolyólag tudok mindjárt számolni. Azt számolom, hogy delta L nyúlás esetén a delta L nyúlás esetén azt tudom mondani, hogy van valamekkora ellenállás változás a húzalban, ez delta R ellenállás változás, és ez nem lesz más, mint delta L szer rho per nagy A, ahol a rho az a vezető fajlagos ellenállása, és az A pedig a vezető keresztmetszete. Jó. És akkor azt tudom mondani, hogy ez a delta R per R ellenállás változás arány, ez valamilyen szinten arányos az epsilon nyúlással, felszínen, szigorúan felszínen mérve, hiszen a nyúlásmérő bélyeget az alkatrész felszínére tudjuk föltenni. És az arányossági tényező legyen egy kis g. Azért kis g, mert ezt a kis g-t úgy hívják, hogy gauge faktor. Ezt klasszikusan nagyítási tényezője ennek a bélyegnek, és az általában valamilyen adott gyártói paraméter. Függvény, gyártói paraméter, függvény. Jó? Ez akkor az egyszerű mezitlábas nyúlásmérő bélyeg működésének az alapelve. Pici kis fémhúzal meghurkolva és fölrakva egy mondjuk papír vagy más anyagú hordozófelületre. A hordozófelületnek azért kell puhának és könnyűnek lennie, hogy szépen átvigye a hordozó felületnek a viselkedését erre a bélyegre, és tudja követni a felület deformációt. Persze ilyen bélyeget nem mindig egymagában fogunk használni. Léteznek úgynevezett csoportbélyegek, amelyeket úgy is hívnak, hogy rozetták. Nézzük csak egy pici kis ábrát róla. Az első ilyen klasszikus forma, például egy rozetta, az úgy néz ki, hogy van itt nekem egy kör alakú lemezem, papírlemezem, és a kör alakú papírlemezem van három irány, bocsánat, és a három irányban föl tudok tenni három bélyeget közös hordozó papírra. Egyik bélyeg, itt a másik bélyeg, és ha el nem rontom, itt lesz a harmadik bélyeg. Vegyük észre, hogy ez a három bélyeg a síkon valamilyen fi szöget zár be egymással. Tehát itt, ez a szög esetünkben, ez a fi szög, fi egyenlő 120 fok. És akkor a három bélyeg a síkot teljesen lefedi irány szerint, hogyha ügyesek vagyunk. De persze vannak ennél egyszerűbb kivitelek is, mikor sima négy szöglapra tesszük rá ezt a bélyeg kupacot. És akkor simán lehet az, hogy egy irány, két irány, három irány itt van a rendszerben, és akkor a három bélyeg úgy helyezkedik el, hogy egyik irányban egy bélyeg, a másik irányban a következő bélyeg,
és a harmadik irányban pedig a harmadik bélyeg. Itt láthatólag a három bélyeg irányszöge az különböző lesz az előzőtől. Ez itt akkor már csak egy 45 fokos fi egyenlő 45 fokos irányszög. Az irányszögnek szerepe van, tehát fontos az, hogy lássák a fejemtől, fontos az, hogy melyik irányszög éppen mennyit jelent. A bélyegeknél, hogy egy vagy több van a rendszerben, ez filozófia kérdése. Ha az ember nagyon jól ismeri a szerkezetnek a szilárdságtanát és mechanikáját, akkor általában kevés megfelelően ragasztott bélyegből releváns információt lehet szerezni. Hogyha az ember kellőképpen amatőr, vagy annyi a bélyege, mint a tenger, és rengeteg mérési csatornája van és drága felszerelés, akkor pedig ragaszgatja a bélyeget, és a végén erősen reménykedik, hogy eltalálta a kellő pozíciót, és jó lesz a vége. A físzögnek szerepe van, erre figyeljünk oda, és ha éppen nincsen ilyen csoportbélyegünk, akkor ugyanúgy lehet egyenként ragaszgatni az 1-2-3 bélyeget, persze akkor a pozíció valószínűleg egy picit szórni fog, de a feszültség nagyság ennek szempontjából, ha a helyzet nem kritikus, akkor olyan nagyon nagy világvégét nem fog okozni. Na, ha jól értem, a bélyegekkel ellenállást mérünk, és az ellenállásnak van olyan funkciója, hogy speciális mérő kapcsolással nagyon lehet figyelni. Statikus mérés esetén a legegyszerűbb ez bekapcsolni egy híd kapcsolásba. Ezt tanulták elektrotechnikából. Kapcsolás. Wheatstone hídba. Itt is mindjárt van ennek A és B opciója. A Wheatstone hídra emlékezünk szerintem még. Ugye az úgy nézett ki, volt egy központi csomópont, kettő oldala, meg itt a vége. És innentől tudta az ember, hogy van itt egy munkaellenállás, R1. Itt egy másik munkaellenállás, R2. És a túloldalt vannak az izgalmas dolgok. Izgalmas dolog alatt értve például az egyik bélyeget. Itt lesz az Rx mérendő ellenállás, és itt lesz egy Rv változtatható ellenállás, amelynek a mozgatásával, értéke beállításával az ember a kapcsolást kiegyenlíti, kinullázza, és ugye itt lesz nekem valahol egy tápom, és itt lesz nekem valahol egy klasszikus voltmérőm, aminek a kinullázásához az RV ellenállásnak a csúszkáját fogom mozgatni. Látjuk. Addig tekerem az RV ellenállást, amíg itt a feszültségszintem nulla lesz. Ezzel akkor az Rx-et behangoltam, és ha terhelést pakolok a bélyeg alá, elmozdul az ellenállás, elmozdul az ellenállás, és az ellenállás után kell mennem az RV-vel, és az utána menéssel a delta R nagyon pontosan kiszámolható. Itt tudom azt, hogy az Rx ismeretlen ellenállás értéke kiszámolható úgy, mint R1 per R2 szor RV, és ezzel akkor megvan a keresett ellenállás értéken, és annak a változásával a delta R is nagyon könnyen megkapható. Mi van akkor, hogyha a rendszerem olyan, hogy a terhelés hatására melegedik? Kérdezhetik, hogy mi köze ennek a hőhöz, egyszerű köze van neki, hogy alkatrészt elkezdek deformálni, majd a deformációt abba hagyom, megint deformálom, abba hagyom, akkor az anyag belső ellenállása miatt elkezd maga az anyag melegedni,
ha pedig melegszik, melegíti a bélyegen levő fémhúzalt, és a bélyegen levő fémhúzal melegítésével annak változni fog az ellenállása. Ilyenkor szoktunk olyat alkalmazni, hogy egy másik ellenállást is felrakunk a rendszerre, ami direkt olyan irányban van föltéve, hogy a feszültség, a terhelés iránya őt ne bántsa, ő az úgynevezett kompenzáló ellenállás, mert hogy neki ez a szerepe, hogy a hőmérséklet okozta feszültségváltozási komponenst le tudjuk választani magáról a mérésről. Ez is persze klasszikusan Wheatstone hitben mérhető, ha megint fölveszem a 4 pontot itt a rendszerben, akkor a következőt fogom látni. Ugye itt volt nekem egy R2 ellenállásom, erre emlékszek még. Itt lesz kicsivel lejjebb egy R1-es ellenállásom. R1-es ellenállás. És a trükk az az, hogy a változtatható ellenállás, a csúszkás állatfajta, az itt van. Méghozzá úgy van itt, hogy párhuzamba van kötve ezzel az R1 ellenállással, ez RV. És a túloldalt meg fogom találni mind a kétszer egyszer itt, illetve egyszer itt. A másik bélyek páromat, ahol a felső lesz klasszikusan az RX vizsgált ellenállás, az alsó pedig a terhelésmentes irányban felragasztott R-komp, ahol a komp nem komphajót jelent, hanem valamilyen fajta kompenzáló ellenállást. És ez is úgy működik, hogy kapcsolok valamilyen tápfeszültséget rá, és addig állítom az RV szabályozó ellenállást, ameddig a voltmérőm ki nem nullázódik. Így. És ezt, mivel ez kompenzáló bélyeget tartalmaz, legalább 2 bélyegen van benne, ezt már úgy hívják, hogy hőkompenzált. Hőkompenzált kapcsolás. Jó. Ezek mind jellemzően statikus mérések, amikor a mérésünk dinamikus mérés, akkor azt tudom mondani, ilyenkor az ember mérőcellát vesz egy gyártótól, amely jellemzően feszültségről, erőről lévén szó, jellemzően valami piezo elvű, és ha már hallottak a piezo elvről, ugye ez azt jelenti, hogy adott speciális kristályok léteznek, amelyeket ha megnyomkodok, akkor a megnyomkodás hatására a kristály bizonyos oldalán csúcsai között feszültség ébred, és ezeket mérni lehet. Ezek picike feszültségek, ilyen 10 volt értékek, de jól mérhetőek, és ebből lehet következtetni az adott terhelés nagyságára. Egy klasszikus mérőrendszer összeállítása rettentő egyszerű. A mérőrendszert úgy állítom össze, hogy mérőrendszer összeállítása. A mérőrendszert úgy állítom össze, hogy ugye itt van maga a
Bélyeg. Abból jön ki a két szál, és ez rettentő alacsony feszültségen dolgozik. Ide kell nekem hozzá akkor egy mérőerősítő. Ráadásul kell még hozzá egy AD átalakító. Ez a kettő, hogy mérőerősítő és AD átalakító, ez jellemzően ma már egy darab külső egységben lakik összecsomagolva, és jellemzően a Wheatstone hidak is bele vannak csomagolva ebbe a mérőerősítő berendezésbe. És ezt van összekötve valamilyen fajta számítógéppel, sorosporton, USB-n, vagy más módon kommunikálnak egymással, és az adatokat teljesen ehető formátumban, mondjuk textfájlban, vagy Excel jellegű fájlban lehet kibányászni és tovább vinni további feldolgozásra. A mérőerősítő önmagában nagy varázslat. Ezelőtt 60 évvel, 50 évvel simán volt olyan eset, hogy sima magnószalagra mentek az adatok nyikorgás formájában, és a nyikorgásból kellett valamilyen vizualizációs eszközzel időfeszültség görbét készíteni, vagy olyan is volt, hogy például filmszalagra vették a jelet, klasszikusan valamilyen izzószál, mozgó izzószál segítségével, és a filmszalagból azt lefotózva, levilágítva, abból görbét csinálva próbálták milliméterpapír segítségével kibányászni az adott mért értékek nagyságrendjét. Tehát önök nem is tudják, milyen jó dolgok van ezzel a számítógépes modernséggel. Majd meglátják, hogy ez mennyire kellemes. És akkor egy dolgot felsoroltam, hogy miért kell nekünk csoportbélyeg. Például hőkompenzálásnál legalább kettő kell. És a fő oka egyébként, hogy miért kell pont nekünk csoportbélyeg, az pedig az, amit tanultak szilárdságtanból, a fő irányok, és ezzel kapcsolatban a főnyúlások meghatározása. Főirányok, főnyúlások meghatározása. Ezt a következőképpen kell elképzelni. Ugye a szilárdságtanból tanulták a fő irány fogalmát, és ehhez kapcsolódik a fő nyúlás fogalma. A fő irány azt jelenti, hogy az alkatrész időfüggő vagy időfüggetlen terhelése esetén lehet találni mindig olyan három irányt a szerkezetben, amely három irányban tiszta húzás, illetve tiszta nyomás jön létre. Ahol a tiszta húzás és tiszta nyomás létrejön, azok az irányok adják a fő irányokat, és az ezekben az irányokban levő nyúlás az a fő nyúlás. Ha az ember gyenge volt szilárdságtanból, vagy térben elég nehezen érzékeli a anyagot és időt, akkor nem mindig veszi észre, hogy ezek melyikek, de ilyenkor fogja a csoportbélyeget, és úgy érzésre valahogy fogja magát, és így fölragasztja a csoportbélyeget. És ennek valahol lesz akkor egy egyenes iránya, ilyen iránya, meg egy ilyen iránya. Ha ezt jobban rajzoltam volna, akkor itt így lenne. És ha itt van a csoportbélyeg, akkor ugye itt van rajta a három hurka. Egy hurka. Két hurka. És itt a harmadik hurok. És ez valahogy föl van ragasztva a rendszerre, de mi meg tudjuk, mert ügyesek vagyunk, hogy a főirányok egyébként meg itt vannak. Hol vannak a főirányok? Itt vannak.
Ezt mi tudjuk. Itt van nekünk az egyes főirányunk, itt a kettes főirányunk. És akkor tudom azt, már korábbról, hogy ez itten fi, opa, mondom, fi szög volt, hiszen ilyen szögben álltak a bélyegen egymáshoz képest, a csoport bélyegen, ilyen szögben álltak a sima bélyegek, és azt is fogom tudni, hogy itt egy alfa nulla szög, amely szöggel mondjuk az első tengelyhez hajlik az egyik bélyeg. A három bélyegen fogok mérni terhelés hatására három különböző nyúlást. Lesz egy epsilon plusz, itt lesz egy epsilon nulla, itt lesz egy epsilon mínusz. És ebből viszonylag egyszerűen föl lehet írni egy egyenletrendszert, amely azt mondja, hogy epsilon plusz az nem más, mint epsilon 1 plusz epsilon 2 per 2 plusz epsilon 1 minusz epsilon 2 per 2 szor koszinusz kétszer alfa 0 plusz fi. Aztán fel lehet írni olyat, hogy epsilon 0 egyenlő epsilon 1 plusz epsilon 2 per 2 plusz epsilon 1 minusz epsilon 2 per 2 szer koszinusz 2 alfa 0 és epsilon minusz fentiek alapján nem más, mint epsilon 1 plusz epsilon 2 per 2 plusz epsilon 1 minusz epsilon 2 per 2 szorozva koszinusz kétszer alfa 0 minusz fi. És ez az egyenletrendszer, ez tartalmaz három ismeretlent, epsilon 1-et, epsilon 2-t és alfa 0-át, és akkor ebből rendszerből epsilon 1, epsilon 2 és alfa 0 számítható. Vagyis a csoportbélyeggel, bármennyire béna is vagyok szilárdságtanból, ha számolni viszonylag tudok, akkor az alfa nulla már megkapható, és a felszínen, hiszen felszínen ragasztom a csoportbélyeget, az egyes-kettes főirány, főirányú nyúlás nagyon szépen kiszámítható. Erre bontanák tapasztaltam kollégáim, hogy he-he, pazarolni minden hülye tud, már elnézést. Kétségtelenül sokkal elegánsabb, hogyha az ember ismeri a szilárdságtant, és nagyjából tudja, hogy csavart rudnál például melyik irányban célszerű fölrakni azt a bélyeget, hiszen melyik irányban lesz nagy alakváltozás, illetve húzott rudnál melyik irányban célszerű fölrakni a bélyeget, merre fel lesz viszonylag állandó jellegű nagy alakváltozás. És azt is vegyük észre, hogy ilyen bélyeget olyan helyre pakolunk, ahol a vizsgált L0 hosszon belül nem igen van feszültségváltozás, mert annál kisebb mértékben ez nem tud semmit részletében alámérni. Jó? És akkor itt én most abba is hagynám a méréstechnika ismertetését, mert nagyjából ennyi időnk volt rá, de mégis az elvek szintjén, ha látnak, hallanak ilyet, ne ijedjenek meg, hanem próbálják értelmezni azt, ami éppen önök előtt van, vagy önök által meg kell, hogy csinál, önök által megoldandó, és mindig a lehető legegyszerűbb, legjobban értelmezhető berendezéssel, legkönnyebben értelmezhető mérési adattal tessék foglalkozni. Ami rendkívül összetett komplikált, az valószínűleg rendkívül összetett és komplikált hiba lehetőségekkel is rendelkezik, úgyhogy ezt tessék jól észben tartani. A bélyeg általában nem szokott tévedni. Annyira egyszerű szerkezet, és egyszerű elvű a mérés, hogy az ember nagyot nem téved vele, ha csoportbélyeget használ, vagy ha tudja, hogyan kell ragasztani, és merre kell ragasztani.
és emiatt a szilárdságtan nem megkerülhető méréstechnika esetében. A legenda mondott már olyat, amikor pont a semleges szárra sikerült rakasztani a bélyeget, majd közölték, hogy a 2 tonnás terhelés alatt nincsen semmi feszültség ebben a részben. Hát persze, hogy nem volt. Semleges szárban igazából nincsen. De hogyha mondjuk alulra vagy fölre ragasztották volna, akkor mindjárt csodát láttak volna. Jó, de hát ilyen az élet. Akkor most lépjünk tovább. Úgy látom közben a technikai háttérből, hogy ez biztosan nem élő előadás lesz, hanem csak majd nézik offline a dolgot. Akkor nem várok kérdésre, hanem lépek tovább. És a tovább lépés témája pedig a törésmechanika. És akkor megint csak alapok jönnek, és megint csak olyan témakör jön, amelyet szerintem még más tantárgyból nem hallottak. Ellenben rendkívül fontos, és a valósághoz, üzemeltetéshez, berendezések, gépek üzemeltetéséhez nagyon erősen kapcsolódó témakör lesz. Ez pedig ugye a törésmechanika, és annak is az alapjai. Törésmechanikai alapok. Na, hát eddig azt tanultuk szinte minden tantárgyból, hogy hogyha szeretnénk méretezni, akkor a szokásos méretezési eljárások azok olyanok, hogy valami feszültségre vigyázunk, amely feszültség valami nyúlástól adott függvénnyel, nyúlásból adott függvénnyel leírható. Ez igaz is, de elég fontos közelítő feltételek kellenek, feltéve, hogy az anyag homogén és izotróp, ezen felül az alakváltozás makroszkopikus jellegű, valamint a törés jelensége kontinuum mechanikai alapon értelmezhető. És ezt akkor így szépen végig lehet gondolni. Ezek elég sűrű, nem is sűrű, szigorú feltételek, amelyeket általában el szoktunk fogadni, hiszen így könnyű méretezni. Na de persze a valóság itt is mindig szembe jön. Hiszen a valóságban alapvetően
Már ott megakadunk a valóságban. Az anyag nem feltétlen homogén. Azaz nem feltétlen azonos, egyforma, jól eloszlású, jól eloszolva azonos szerkezetű. Klasszikus ilyen helyek például hegesztési várat. És a varrat hőhatás környezete. És a hőhatás környezete. Aztán klasszikusan nem homogén még bármilyen kompozit anyag, és itt nem kell semmi extra gondolni, a fa például klasszikusan nem homogén eloszlású, és azok a fajta anyagok, amelyeket direkt úgy csinálunk, hogy direkt ne legyenek homogének szerkezetileg, például hőkezelés során rideggé vált anyagok. Milyen fajta hőkezelés által rideggé vált anyagot ismerünk? Ezek a klasszikusan nagyon kemény dolgok, például szerszámacélok, kemény filmek úgy általában, és még valamilyen fajta martenzites szerkezetű anyagok. Martenzites anyagok. No. Ha ilyenek vannak, akkor egészen biztosan esemény van, és a mi klasszikus eljárásaink nem vezetnek hihető eredményre. A valóságban az is előjön még, hogy a makroszkopikus mellett a mikroszkopikus alakváltozás is érdekes. És általában, mint alapprobléma, egész biztosan nem minden törés magyarázható kontinuum mechanikával.
Úgyhogy ezek azok az alapvető gondolatok és filozófiai elgondolások és közelítések, amelyek miatt elkezdtek a tudós kollégák gondolkodni a törés lelki világáról és a töréssel kapcsolatos kérdéskörről. Na meg azért, mert a klasszikus hegesztési eljárás kifejlesztése során, hiszen azt is ki kellett fejleszteni, rengetegszer szembesültek azzal, hogy a két összehegesztett alkatrész a hegesztés után fogja magát, és lehűléskor elreped. És ebből le kellett vonni a következtetést, és meg kellett érteni, hogy a szerencsétlen alkatrész, mikor melegen tökről érzi magát, akkor hidegbe miért kezd repedni. És ennek az egész gondolatsornak az elméleti alapjait az alábbi tudósok rakták le. Elméleti alapok. Következő tudós kollégák dolgoztak ezen. Nagyon klasszikusan Koloszov nevű tudós mérnök úr. Koloszov, ő már 1909-ben, azaz több mint 100 éve feszegette a problémát. Miszkelisvili. ...1916, kicsit később, aztán Griffiths, ...1921 környéke, és Irwin, és Orphan, nagyjából 1940 tájéken. Ez egy jó 30 évnyi munka folyamata volt, amíg a kirakós játéknak a darabkái szépen előásódtak különböző koponyákból, vagy más koponyák a kirakóst elkezdték összeillezgetni és összesimogatni. Érdekes, hogy az első kettő jelentős tudós az orosz, nem orosz nemzetiségű, hanem az orosz birodalomból származott. Ott végeztek egészen korán kísérleteket hegesztéssel. Koloszovnak viszonylag orosz neve van, Miszkiesvili az klasszikusan grúz név, de ugye 1909 után jött az első világháború, 16-ban nyilvánban világháború volt, 21-ben pedig polgárháború volt, a szovjet, akkor már Szovjetunióban, nem akkor még, de akkor már Szovjetunió volt, míg Angliában és Amerikában egy picit később az első világháború után és a második világháború előtt jutottak hasonló következtetésekre. Ez nagyjából olyan, mint a kisherceg, meg a török tudós példája, hogy olvasták a kisherceget, meg a török tudóst. Nagyon sok múlik azon, hogy ki milyen ruhában van, milyen helyen van és milyen nyelven publikál. Ha önök mondjuk kirgizül publikálnak, akkor lehet, hogy nem akkora az elérésük, mint ha mondjuk angolul publikálnak. És ha kínaiul publikálnak, megint csak nem akkora az elérésük, mint ha mondjuk mongol nyelven publikálnak. Szóval, amit el fogok most mesélni, az úgy ennek a időszaknak a logikája és gondolkodásmódja, méghozzá azért, mert amikor jött például a... Jaj, hogy hívták? Volt egy angol repülőgép, amelyik fogta magát és néha széttört a levegőben 1947-48-49 tájékán, akkor már az Orphannek az eredményeit tudták alkalmazni modellezés során. Jövő hétre igyekszem megkeresni a repülőgépnek a nevét. Biztosan tudom, csak nem jut most épp eszembe. Vickers volt, vagy Armstrong Siddeley, de inkább Vickers. De Havilland Comet. Ez az. Jó, tessék rákeresni a Wikipédián, hogy de Havilland Comet, meg hogy törés. Tök izgalmas dolog jön elő belőle. Jó. És akkor ezek az urak, mivel kezdik ugye? A jelenség megismerésével és osztályozásával, ahogy ezt a kukac tudósok is, meg a bogár tudósok is csinálják, hogy van A bogár, C bogár, D bogár, E bogár, F bogár, és ennek az alesetei, hasonlóképpen a nyelvészekhez és a matematikusokhoz, a jelenségek dobozba zárása az mindig hasznos szokott lenni, hogyha az embernek el kell indulnia a nulláról. Na nézzük. Töréstípusok.
Itt kezd a másik táblán. Akkor táblát törlök. Azt mondja, törés, típusok. Ezekről talán már hallottak, hiszen láttak szakító vizsgálatot. Az első ilyen törés típusunk a képlékeny. Egy más néven szívós törés. Ezt nagyon szeretjük, mert jól lehet látni és kezelni. Azért szeretjük, mert ugyanak a jellemzői, hogy jelentős makroszkopikus képlékeny. Jelentős makroszkopikus képlékeny alakváltozás. Vagyis nyúlás. Előzi meg. Itt a képlékeny szó használat azt jelenti, hogy nem rugalmas, hanem maradó hatású alakváltozás. Ugye a rugalmas alakváltozás az, amikor a terhelés megszűntével az a szerkezetberendezés alkatrész visszanyeri a terhelés előtti alakját, míg a képlékeny alakváltozás klasszikusan az, amikor nem nyeri vissza az alakváltozás a terhelés előtti alakját. Klasszikusan ilyen például, mit mondjak? Az emberi bőr például ilyen, terhes nőknek, ugye a pocakja megnövekedik, a pocak növekedés klasszikusan bőr növekedéssel párosul, és amikor a kis ember a pocakból kibújik, akkor bizony, ott van bizonyos fajta bőr többlet, amelyet a természet így vagy úgy kompenzál, de alapvetően sok tornával, meg jó genetikával ez vissza tud húzódni, rugalmas jellegű a domináns alakváltozás komponens, másoknak pedig, ha fejük tetejére állnak, akkor is plasztikus jellegű lesz az alakváltozás, képlékeny jellegű az alakváltozás, egyszerűen megnyúlt pocakbőr nem fog visszamászni a helyére. Ugyanez igaz például akkor, amikor az emberek jelentőset fogynak, jelentős túlsúlyt veszítenek el, kinek genetikától függetlenül, vagy függően, bocsánat, ki rugalmasabb a bőre, akkor egy pár hét hónap után a bőr picikét össze tud húzódni, aki pedig pekhes alkat, vagy túlságosan gyorsan fogyott lefele, ott pedig egyszerűen a bőr lógva marad, redőkben, kötényekben marad az ember, és akkor meg műtéttel ezen lehet segíteni, de az konkrétan a bőrnek a lemetszése és a fölösleges bőrmennyiség eltávolítása. Képlékeny alakváltozás, plasztikus alakváltozás, az ember is sajnos így működik. Jó. Azt mondja, ha jelentős makroszkopikus alakváltozásunk van, utána történik az, hogy utána az anyag alakváltozó képessége kimerül,
És először kristalliton belüli lepedések jelennek meg, azaz az anyagot alkotó kristály elemkéken belül jönnek elő a hibák és a kristály szerkezet szétszakadása, és ha ez kellő mennyiségben jelenik meg, akkor előbb-utóbb a szemcsék, a kristallitok közötti repedés is jelenik meg. Tehát először a repedés a szemcsén belül, kis-kis, pici-kis csikként jelenik meg, 1-2-3-5 kristálynyi hibaként jelenik meg. Ezután a repedés kimászik a kristallitból is, kristallitok között is megjelenik, és ha ez a sebesség, repedés terjedés sebessége nagyon megnyúl, akkor bizony viharos gyorsasággal törés következik be. Ha ez ilyen komplikált és kellemetlen folyamat, akkor mi szeretjük? Hát azért szeretjük, mert itt látszik, hogy az alkatrész dolgozik, hogy az alkatrész szenved, ott van benne a nyúlás, az alakváltozás látszik, és tudunk rá számítani, hogy itt már esemény lesz, és a szükséges teendőket, a berendezés terelésnek lekapcsolása, a berendezés biztonságba helyezése, az üzemeltetett szerkezetnek a megállítása, ellenőrzése, tervezett alkatrészcsere, ezeket mind akkor el lehet végezni. És ha az ember rettentően figyelmetlen, és már látja, hogy ott repedni kezd, és nem törődik vele, akkor is lehet tudni, hogy a törés előbb-utóbb bekövetkezik, és ez nagyon jól, hát idézőjelben, többihez képest nagyon jól becsülhető és kezelhető. Ez pont olyan, mint amikor a bányában valamilyen fajta adott fafajtával talán fenyővel dolgoztak, vagy nyárfával, ezt nem tudom pontosan, így hirtelen. És a bányászok megszokták pár száz év alatt, hogy ez olcsó, ellenálló, és beszél hozzájuk. És amikor a fát elkezdték acélgerendákra kicserélni, akkor hirtelen megszaporodtak a balesetek, a bányaomlások, és egyéb ilyen statikus jellegű terhelés miatti balesetek. És amikor az okokat kezdték vizsgálni, hogy miért történik ez az új és modern technikával átrendezett bányában, akkor bukott elő az, hogy a fa, talán fenyő volt, a maga szerves szerkezetében olyan, hogy amikor kezd túlterhelődni, akkor beszélni kezd. Recsegni, ropogni, zúgni. A tapasztalt öreg bányászok már kezdték tudni, hogy akkor öcsi, esemény van, húzzuk el a csíkot, amíg lehet. És ha a bánya omlott, vagy egyéb esemény történt, víz tört be, addigra már nagyjából tudták, hogy itt a túlterhelés működik, és alakváltozás, hanghatás jelezte, hogy esemény van és futás. Még acélnál ilyen nincs, mire az acél a maga sokkal nagyobb ellenálló képességével megindul, elkezd nyikorogni, hajolni, ott már nem volt idő elfutni, elhagyni a tárnát, bármit csinálni. Jó? Úgyhogy a képlékeny törés nagyon kellemes dolog, nagyon szoktuk szeretni. Ellenpárja a képlékeny törésnek a rideg törés. A rideg törést azt nagyon nem szeretjük. A ridegtörés klasszikusan másképp működik. Ez egy helyi hibából kiinduló hirtelen törés.
És önök ezt azért nem szeretjük, mert makroszkopikus, képlékeny alakváltozás nincs. Azaz, ridegtörésnél nincs mire figyelni, nincs ami figyelmeztessen. A berendezés egyszer csak jó, majd peng, és nem jó. Nem tervezhető, ránézésre előre nem megállapítható, hogy itt törni fog valami, és olyan sebességgel történik a törés, hogy egyszerűen nem lehet rá fölkészülni. És ezt az is súlyosbítja, hogy klasszikusan a repedés hangsebességgel terjed. Tehát mire az ember meghallja, hogy recs, a meghallásnál már a dolog el van törve, és onnantól csak a kármentés várható. Egy tisztességes jó minőségben üzemeltetett berendezés az nagyon kellemetlen, ha pont ilyen törésekre hajlamos. Úgyhogy ridegtörés az nem barátunk egyáltalán, ezt nem szeretjük. Nem szeretjük az olyat. Ha ridegtörés veszélyes az alkatrészünk, akkor nagyon figyelünk rá, és nagyon folyamatosan monitorozzuk az ő állapotát, hogy a túlterhelődésnek gyanúja sem merüljön föl, mert abból bajok lehetnek. És van a harmadik fajta törésünk, ez a fáradt vagy kagylós törés. Ez is olyan, erről tanultuk egyébként már, hogy képlékeny alakváltozó előzménye nincs. Jellemzően a szigma feszültség szint az klasszikusan kisebb, mint a rugalmassági határ. Így ezt tanultuk még elsőben, jármű és hajtásának egyből úgy értem. És ez valamilyen olyan dolog, ahol a repedés terjedés egy hosszabb ideig tartó viszont egyre gyorsuló folyamat. Ezt a hosszabb ideig tartó és egyre gyorsuló folyamatot úgy tudom jellemezni, hogy mondjuk a folyamat, ha repedés félúton jár a nullától, akkor eltelik mondjuk egy számot 100 000 ciklus, és a repedés felétől a repedés végéig eltelik mondjuk 10 000 ciklus. Tehát nagyon gyorsan tud a vége kialakulni, kis repedés, hát picit nagyobb ára érünk még, hát picit nagyobb, jó lesz ez még, hát persze. És a hát persze után pillanatokkal idézőjelben szokott bekövetkezni a rendkívül kellemetlen nagy törés. Ezért van az, hogy a repedésnek a vizsgálata, a repedés méretének az ellenőrzése nagyon fontos karbantartási TMK tevékenység. A repedéseket nagyon figyelni kell és tudni kell kezelni. Jó, ha ez így tiszta, akkor most jönne egy nagyobb acska rajz, és akkor rajzolunk egyet. Csak táblát törlünk.
ami most jön, az a törési folyamat, energetikai törési folyamat energetikai szemléletű leírása. Ehhez pedig az energetikai leíráshoz képzeljünk magunk elé egy nagyon hosszú és nagyon széles lemezt. A lemeznek itt lesz egyik széle, itt lesz a másik széle, itt van valahol az alja, itt van valahol a teteje, legyen neki valamekkora vastagsága. És akkor egy ilyen nagyon hosszú lemez lesz. Ez a lemez legyen akkor, mit mondtam, egységnyi vastagságú, a vastagsága az legyen neki 1. És a lemez közepén legyen nekem egy ismert hosszúságú repedés, ez a piros lesz itt a repedés. És a lemezt húzzuk meg F erővel, lefele-fölfele. A repedésnek legyen a hossza a repedésnek a hossza, ebből következőleg az A, az a repedésnek a fél hossza. És ha ezt én meghúzom, egészen biztos ki fog alakulni a repedés alatt és fölött egy olyan zóna, ahol a dologban egyszerűen nem lesz feszültség. Vagyis, ha ügyes vagyok, tudok ide rajzolni ellipszist, és ide is tudok ellipszist rajzolni. A kék zónákban egyszerűen nem lesz feszültség, mert itt telepedés ki van nyitva, ott nincs minek ellentartani az F-húzásnak. És ha akarok feszültségeloszlást rajzolni, az olyan lesz, hogy itt a pontban lesz valamekkora csúcsa, lesz egy sigma max feszültségnek, meg itt is, egy szimmetrikus lemezről lévén szó, itt lesz egy sigma max, és a széle fele, ha ügyes vagyok, itt lesz valamekkora szokásos sigma nulla, és ez ilyen csúcsosan lemászik. Ez lesz a feszültségeloszlásom, itt is van sigma null érték, és ilyen csúcsosan lemászik. Ez lesz a feszültségeloszlás a repedés csúcs környezetében. És azt megfigyelték még az őseink, hogy ez az ellipszis olyan arányú, hogy a szélessége az 2a, a magassága meg föntről lefele, ez 4a. Akkor én most pont rondán rajzoltam, de egy ilyen hosszú magas ellipszis lesz akkor. És akkor nézzük meg a zónákat. Itt van egy repedés a húzott lemezben. Nézzük meg itt a repedésnek a zónáit. Vannak neki egyes zónái. Az egyes zóna, ez itt valahol itt lenne a sarkában van, az egyes zóna
egyenletes. Egyenletes szigma nulla húzófeszültség a repedéstől elegendően messze. Vagyis itt a szigma egyenlő F per A, ez a szigma nulla feszültségünk, ha a repedéstől kellően távol vagyunk. Aztán a kék vonallal jelzett ellipszisen belül van a kettes zóna. A kettes zóna ez lesz nekünk a tehermentes zóna, mert a húzásból származó feszültség itt klasszikusan nulla, nincsen, feszültségmentes. És akkor, ha erős vagyok, tudok rajzolni ide a feszültségcsúcs környezetébe két ilyen bab alakú, vagy vese alakú, ki hogy hívja, pici kis zónát. Ezek itt erősen föl vannak most nagyítva. Ezek itt a hármas, T3, és itt is 1, 2, 3-as zónák. Itt ezekben a hármas zónákban, ami nagyon picike és lokális a repedés csúcs környezetében, ez a plasztikus deformáció zónája. Plasztikus deformáció zónája, ahol plasztikusság definíciója szerint szigma nagyobb, mint szigma 0, és a plasztikus akkor szigma nagyobb, mint RH. És ez volna az alap, amelyik alapból az ember elindul, és megpróbálja vizsgálni a rendszerben a vizsgálandó dolgokat. És ennek egész egyszerű mechanikája van. Nézzük csak meg. Ezt mondja, hogy a rendszer rugalmas energiája. A rendszer rugalmas energiája következő, azt mondja, az E rugalmas, egyenlő, rugóról van szó, az akkor 1 2 F-szer delta L hosszváltozása a lemeznek, ami nem más, mint 1 2 sigma 0 szor A keresztmetszet, szor delta L, és ez megint nem más, mint sigma 0 szor A szor L szer epsilon nyúlás per 2. Ez a húzásból származó rugalmas energia. Akkor most vezessünk be egy következő információt, következő mennyiséget, a térfogat egységre eső rugalmas energia. Ez a következő lesz, ugye ez nem más, mint a rugalmas energia E rugalmas, osztva a V térfogattal, amelyik ebben szerepet játszik.
Ez pedig nem lesz más, mint ugye ez sigma 0 a szor l szor epsilon per 2 szor a szor l, ugye térfogat az a szor l, és akkor ebből az jön ki, hogy sigma 0 szor epsilon per 2. És akkor ez lesz a rugalmas energiánk, U rugalmas, nagy U rugalmas, aminek a nagyságrendje, mértékegysége, ez newton méter per köbméter rendszerben tárolt rugalmas energia. Ugyanígy van rugalmas energia is, rugalmas energia a kettes zónában, csak ott éppen hiány van energiából, tehát a repedés mellett felszabaduló rugalmas energia, ez az alábbi lesz, azt mondja, hogy E rugalmas egyenlő U rugalmas szor a V térfogata a kettes zónának, ahol azt mondja, itt a V kettes zóna térfogat az az A ellipszis felület szor egység, ami egység volt a vastagsága a lemeznek. Ellipszis felületét meg egészen jól tudjuk számolni. Ugye az 2A szor 4A per 4 szer pi szer 1, azaz ez nem lesz más, mint 2A négyzet pi. És akkor ebből tudunk számolni rugalmas energiát. Az E rugalmas, az akkor nem lesz más, mint előzőből kiszámolva sigma 0, most négyzetet írok per 2e, szor 2a négyzet pi, és ebből lesz akkor a négyzet sigma 0 négyzet pi per e, ahol az e a rugalmassági modulus. Ha ez így megvan, akkor a következőt tudom mondani. Józan paraszti ésszel, ha a repedés terjed, energia szabadul fel, energia szabadul fel, és mi lesz belőle? Szabad felület keletkezik. Na, ha ezt el tudjuk fogadni, hogy akkor repedés terjedéskor energia szabadul fel, és szabad felület keletkezik, el tudunk azon gondolkodni, hogy akkor a térfogat részből az energia kimászik, és a kimászott energia arra fordítódik,
hogy az anyagban szabad felszín keletkezzen. Ezt pedig le is bírjuk írni. Méghozzá a következő módszerrel. Egységnyi szabad felület létrehozásához szükséges energia ez legyen mondjuk esetünkben egy gamma jelű, kis gamma jelű, newton meter per négyzetméter nagyságrendű mennyiség. Gamma ez nagyjából mennyi? Mondhatjuk azt, hogy fémekre nagyságrendileg a gamma körülbelül 10 a mínusz másodikon newton meter per négyzetmilliméter, és akkor az egyenlő 10 a negyediken négyzetméter, bocsánat, newton meter per négyzetméter, így. 10 a mínusz 2-en newton meter per négyzetmilliméter, azaz 10 a negyediken newton meter per négyzetméter. Akkor itt a repedésnél mondhatjuk azt, hogy a felületi energia, E fel felületi energia, az nem más, mint a felület A szor a gamma egységnyi felület létrehozásához szükséges energia. És itt a felületünk az ugye nem lesz más, mint 2A szor az egység, egységnyi vastagság szor gamma, csak hogy ne felejtsük el, hogy a repedésnél a 2A szor egy felület, hosszúság szor a szélesség az kettőször van meg. Alul is, fölül is, két egymásra fekvő felülettel dolgozunk, akkor az kettőször lesz. És akkor zárásul a repedés terjedés feltétele az a következő. A 2-szer dA értékkel bővülés esetén a rugalmassági energia felszabadult részének annak nagyobb egyenlőnek kell lenni, mint a dE felület készítéshez szükséges energiának. Azaz dE rugalmas per 2dA szor 1 nagyobb egyenlő dE felület per 2dA szor 1, és ha ezt tovább nézem, mindjárt elérek oda, hogy deriválás után
azt kapom, hogy két DR-ukol is volt, egyen följebb volt, A négyzet az 2A, két A szigma 0 négyzet pi per E nagyobb, egyenlő, mint 4 gamma. Ha ennek vesszük a határesetét, akkor a kettőt lehet egymásra egyenlővé tenni. Sigma 0 szor gyök A pi egyenlő gyök alatt 2 gamma E, az E rugalmassági állandó. És ennek a mennyiségnek, akárhogy is nézem, az lesz a mértékegysége, hogy Newton per négyzetméter szer gyökméter. Ennek ilyen szép egész gyökméteres mértékegysége van. És vegyük észre, hogy itt a terhelés jellemzői vannak, meg a repedés geometria. Terhelés jellemző, repedés geometria, itt pedig anyagi jellemzők vannak. Egységi szabad felület létrehozásához szükséges energia és a rugalmassági modulusz. Akkor ezek itten tehát itt mind egy csoportban anyagi jellemzők. És ha ezek anyagi jellemzők, ez a szorzatgyök, akkor mondhatom itt, hogy definíció szerint legyen nekem akkor a szigma nulla gyök A pi érték a repedés kezdetekor egy K, nagy K római 1 indexel jelölt dolog, amit úgy hívunk, hogy feszültség intenzitási tényező. És ez a feszültség intenzitási tényező, ez anyagi jellemző, pont úgy, mint mondjuk a rugalmassági határ. És két paramétertől függ együttesen, egy szigma feszültségértéktől, meg egy A repedés félhosszúságtól, annak is a gyökétől. Úgyhogy ez szintén anyagi jellemző, csak éppen törésmechanikai anyagi jellemző. És akkor ezt a mostani előadást itt abba is hagynám, definiálva ezt a feszültség intenzitási tényezőt. És akkor vegyük észre, hogy ameddig, most akkor kettő dologgal tudunk játszani. Az egyik játékunk a feszültség, a terhelés, a másik pedig a repedés geometria. Amíg a repedés kicsi, annak is a gyöke van benne a rendszerben, elég nagy szigmát el lehet viselni a rendszernek, nem lesz vele gond. És ahogy az A elkezd nőni, igaz, hogy csak gyakosan van a rendszerben, de egyre kisebb lesz a szigma értékünk, amit megengedhetünk. És ha A egészen nagy, akkor a szigma nagyon gyorsan kezd csökkenni a rendszerben, ami még belefér a K1 feszültségintenzitási tényezőbe. Ezen el lehet gondolkodni. Úgy látom, valamilyen távközléstechnikai huncutság még itt van a rendszerben, emiatt ezt nem látják élőben. Se baj, föl fogom töltögetni, a hibát meg igyekszünk kiküszöbölni, és akkor jövő héten folytatjuk innen a feszültségintenzitási tényező után. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!